Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról résztvevőket is. Én Lagzi Kareszt vagyok, mellettem, mint mindig, elragadó feleségem. Szeretettel köszöntök én is mindenkit, Lagzi Böbe vagyok. Mi vagyunk a PPH egyik 8-as szintű vezetőházaspárja. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, meg az előadásokat is. Itt most ki is emelném, hogy ez nem képzés, hogy tegyük rendbe a dolgokat, ez egy előadás. Tehát tegeződve szoktuk tartani az előadásokat és a képzéseket is, remélem ez nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegezi egymást kortól, nemtől függetlenül. A PPH előtti foglalkozásom tanult szakmám az egyik az géplakatos gépszerelő karbantartó. Ezen kívül sok minden másba kipróbáltam magam, mint fűszernövényőrléstől a kútfúrásig. Jelen pillanatban a legfőbb tevékenységem a PPH üzleti és tanulói csapat szervezése és építése, és mint vállalkozásban. Békés Csabán élünk elragadó feleségemmel, családi helyzetem itt áll mellettem, tehát nem csak nős vagyok, vagyis nem csak házas, de nős is. A PPH előtt én sokat dolgoztam szállodaiparban, bár a végzettségem szerint közgazdász vagyok, de úgy hozta az élet, hogy hazakényszerültem, mert beteg lett az édesanyám, és ugye gondoskodnom kellett a családomról, és egy olyan helyzetbe kerültem, hogy hát bevételt kellett teremtenem, de mégsem hagyhattam otthon magukra a családomat. És akkor belekezdtem egy MLM cég építésébe. A férjemmel el is értük a vezetői szintet, de aztán, miután rátaláltunk a PPH-ra, azt abba hagytuk. Tehát azt a céget abba hagytuk, tehát abban a tevékenységet teljesen abba hagytuk, és már 9 éve, férjem 8 éve, csak a PPH a fő tevékenységünk, a tanulói csapatszervezés, az üzletépítés, az aranykor építés. Hát elmondhatom én is, hogy életem legjobb döntése volt, amikor csatlakoztam a PPH-hoz. Ugye azt az előző üzletet a szépen lassan leépítettük. Sokkal, de sokkal több módszert, tapasztalatot és lehetőséget biztosít a számunkra a PPH, és a Szedlacsik Miklós mester által kidolgozott módszerek, technikák, nem kell kitalálni semmit. Tehát mondanám is, hogy a mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogságspecialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Mesterünk 37 éve foglalkozik emberekkel, 33 éve van saját szervezési csapata. 31 éve hozta létre a PPH közösségét, ami a mai napig a világon a legjobban működő szervezet. Nagyon érdemes odafigyelni főleg azokra a tanításaira, amit a jövővel kapcsolatban mond. Ugyanis azok mindig úgy szoktak bekövetkezni, ahogy mondja. Erre éles bizonyítékot találsz a weboldalon, több mint 10 évvel ezelőtti videóiban beszél arról a helyzetről, ami most van. Bizonyíték. 2004-es. Tehát akkor 20 éves videóban beszél a jelenlegi világhelyzetről. Az előadónk egy olyan mester, akinek a tudása és képességei, tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a világon. Ezen a bolygón nincs még egy ilyen ember. Ha megnézzük, hogy miben egyedülálló még a mi mesterünk, arra jutunk, hogy vezetésével 4 különböző területen ért el szervezetünk piacvezető pozíciót, úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. A mesterünk az egyetlen tanító a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Élő emberként ő az, aki az élet és emberismeret, továbbá a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Egyedülállóan közvetlen égi forrásból tanítja az embereket. Neki van a legrészletesebb információja a bolygó szinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes szeretett korszakról, az aranykorról.
Mesterünk életküldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Megkérem mesterünket, alapítónkat, vezetőnket, a nemzetközileg elismert mesterkócsot, Szedlacsik Miklóst, hogy fáradjon a színpadra és tartsa meg a mai bemutató előadást. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Mint elhangzott, ugye ez egy ilyen bemutató képzés. Tehát ami azt jelenti, hogy módszereket ne várjatok. Hát a módszerek nem itt vannak, hanem a képzéseinken van. Ugye milyen képzéseink vannak? Hát van nekünk egy szakmánk, egy szakmát nyújtunk az embereknek, szakmát is nyújtunk az embereknek, nem csak tudást, hanem szakmát is. Ezt a szakmát úgy hívják, hogy coach szakma. Egyébként egy elismert szakma a világban. Aki coachként dolgozik, az coachingol. Ugye a coach azt jelenti, hogy edző. A mi értelmezésünkben azt jelenti, hogy kihozni valakiből a legjobbat és a legtöbbet. Tehát a coach, amikor coachingol, akkor kihozza abból a személyből a legjobbat és a legtöbbet. És hát igazából mit is csinálunk? Hát mivel nem vagyunk elégedettek avval, amifelé jelenleg a világ halad, de azzal sem vagyunk elégedettek, hogy milyen szinten van az emberek tudatossága. Ki az, aki szerint alacsony szinten van az emberek tudatossága? Oké. Mit jelent az, hogy tudatosság? Mert még lehet, hogy ez sem tiszta teljesen. Az azt jelenti, hogy az egyén az képes gondolkodni, képes a gondokat megoldani, illetve megelőzni, és képes az élethelyzeteit helyesen kezelni. Ami azt jelenti, hogy bármi olyan dolog kerül elé, ami megoldásra vár, akkor ő ezt megoldja. Tehát a tudatosság az nem jelent ösztönösséget. Tehát a tudatosság az nagy mértékben eltér az ösztönös működéstől, ugyanis a tudatosságunkat azt kaptuk emberiségként ajándékba. Az állatok nem kaptak ilyen ajándékot, ami azt jelenti, hogy az állatok azok csak ösztönösek. Azok nem tudnak tudatosak lenni. Az ember tud tudatos lenni. Ez olyan, mint mikor kapsz egy ajándékot, és azt az ajándékot vagy használod, vagy nem használod. A te döntésed. Ugyanígy az ajándék a fentiek részéről, a tudatosság. Ugyanis a fentiek egy kicsit adtak magukból. Hát, hogyha azt mondjuk, hogy jobban belenézünk ebbe a dologba, akkor sokat adtak magukból. Mert ugyanis az ember az működésben tud hasonlítani a fentiekhez. Vagy, ha ösztönösen működik, akkor tud hasonlítani hát az állatokhoz. Ugye miért működünk így, hogy tiszta és világos legyen? Mert ezáltal, hogy az ember így működik, képes az ösztönei miatt arra, hogy saját magának okozzon problémát. Nem kell hozzá egy másik személy. Nem tudom, ezt tapasztaltátok-e. Tehát igazából nem kell hozzá egy másik személy, hogy te okozz magadnak problémát. És ez nem a tudatosságunk miatt van így, hanem az ösztöneink miatt. Most egy kis történelem, jó?
Tehát volt egy előző emberiség. Azt az emberiséget, hát gyakorlatilag el kellett itt, innen a földről pusztítani. Miért? Mert elkezdett Istent játszani. Ezért fogták, megelégelték a fentiek, és mivel az előző emberiség sem istenekből állt, ezért fogták és elpusztították őket. De ez azt jelenti, hogy nem a lelküket pusztították el, csak a testüket. Na most, azok közül, a lelkek közül rengetegen már azóta inkarnálódtak ide, ebbe az emberi létformába. Oké? Tehát az azt jelenti, hogy ott nem tudták teljesíteni azt a feladatot, ami ahhoz kell, hogy visszakerüljenek abba a létformába, ahonnan a lelkük jött, ezért inkarnálódtak ide. Ez az inkarnáció, ez elég hosszadalmas volt, hiszen gondoljátok végig, azért ott szintén nagy létszámú emberiség volt, és ez a nagy létszámú emberiség, ez nem úgy indult, hogy ez az emberiség az nagy létszámú lett, hanem kevés létszámból indultunk ki, és most vagyunk milliárdan. Az azt jelenti, elnézést, hogy sokan vannak itt olyanok, itt a Földön, akik már az előző emberiségnél is a reinkarnációs körforgásban voltak. Na most, mit tudom, hallgat egy olyan ember, aki a anyagi világba zárt, neki ez a reinkarnációs körforgás, ez idegen. Ő abban hisz, hogy egy élet és egy halál van. Na most, akkor meg szeretném kérdezni tőled, nem szeretnélek bántani egyáltalán, csak úgy megkérdezni tőled, hogy számodra melyik a jobb? Az, hogy egy életed, egy halálod van, vagy pedig a lelked az halhatatlan, és végtelen élettartammal létezhet. És létezik is, mert nem képes elpusztulni. Tehát a lélek az elpusztíthatatlan. Nem lehet elpusztítani. Miért nem lehet elpusztítani? Mert a lélek az egy energia lény. Az energiát pedig nem lehet elpusztítani. Oké? Ez azt jelenti, hogy egy értelmes energia lény a lelked. És ezek az értelmes energia lények lejöttek ide tanulni. És egy gond van ezzel, ez olyan, mint az általános iskolában, amikor tanultál, tudod? Hogyha nem jól vizsgáztál, nem jó jegyeket szereztél, akkor évet ismételhettél. Nem csak az általános iskolában volt ez így, középiskolában is így volt, akár a szakmunkás képzőben is így volt. De így volt ez a főiskolán vagy az egyetemen is. Ha nem jó volt a vizsga eredményed, nem jó jegyeket szereztél, akkor ismételhetted az évet. Ugyanez a reinkarnációs folyamat. Az iskolákat onnan másolták. Oké? Az azt jelenti, hogy minden egyes élet, amikor elérkezik oda, hogy földobjuk a talpunkat, akkor azzal nem meghaltunk, csak a tested halt meg, az anyag, a lelked az lehetőséget kapott egy új életre. Az azt jelenti, hogy az újjászületés az nem azonnal történt, hiszen gondold végig, mondjuk volt 3 milliárd ember az előző emberiségnél, na most az a 3 milliárd mikorra született újra, mikor mondjuk indult pár fővel az emberiség. Jó, utána hozták létre az új embereket, ezt az emberiséget, de ez az emberiség azért javarészt úgy indult, hogy szaporodással.
Oké? Tehát nem feltétlenül mesterséges szaporodásra, hanem természetes szaporodásra. Tehát az első emberek ezen a bolygón, ez az emberiség, ez mesterséges szaporodással jött létre. Oké? Nem természetes szaporodással. És ez azt jelenti, hogy viszonylag gyorsan lett az emberiség elég nagy lélekszámú. Hiszen megnézed, például Babilonban, hát ott már tízezrek laktak. Tízezrek. Hát hogy lettek? Babilon sok ezer évvel ezelőtt volt, hogy a Manóban lettek ott már tízezrek. Mikor arról beszéltek, hogy volt egy Ádám meg egy Éva, akkor hogy a Manóban lettek azok, az a kettő emberből, hogy lettek Babilonban tízezrek? És akkor az csak egy föld egy része, és mi van a többi részével, ahol már ahol ismét voltak emberek, és voltak hasonló települések, mint mondjuk Babilon, illetve hasonló területek. Szóval gondold végig, hogy hogy a Manóba lett annyi ember, hát mesterséges úton. Oké? Vajon emberek csinálták a mesterséges úton? Dehogy emberek csinálták. Fenti lények. Oké? És gondold végig, ez úgy jött létre, hogy az első megbízásokat, azokat nem követték kellő formában, tehát az első emberi lényeket nem követték kellő formában, és csináltak egy ilyen malőrt, hogy beiktattak állati géneket, és az állati génekből kifolyólag lett egyfajta ösztönös működésünk. Ez az ösztönös működés, ez mai napig fellelhető az emberben. Mondhatjuk azt, hogy uralja a bal agyféltekénket, az ösztönös működés. De van egy másik fajta működésünk, amit ajándékba, úgy említettem az imént, hogy ajándékba kaptunk, ez pedig az isteni működésünk. Az isteni működésünk, az pedig a fentiektől egy olyan fajta működés, hogy képesek vagyunk a gondolkodásra. De a gondolkodásunk az egy döntés következménye, hogy az egyén gondolkodik, vagy sem. Ez biztos már észletted te is. Ha akarsz, gondolkodol, ha akarsz, nem. Jó, tehát, de mit jelent a gondolkodás? Ugye azt jelenti, hogy megoldod a gondokat, vagy sem. A mai világban azt látod, hogy az emberek nagy része a gondokat valahogy mintha nem tudná megoldani. Tehát mintha nem gondolkodnának. Nyilván ez egy következménye annak, hogy nem túl jó állapotban vannak. Mert ez a kettős működés, ez egyszerre nem működik. Vagy ösztönösek vagyunk, vagy gondolkodunk. Az azt jelenti, ha jó állapotban vagyunk, tudunk gondolkodni. Ha nem vagyunk jó állapotban, akkor pedig ösztönösek vagyunk. Na most miért mondom ezeket? Mert az imént említettem, hogy eldöntheti mindenki, hogy neki mi a jó. Szabad akarat van, eldöntheted azt, hogy neked egy életed, egy halálod van. Ennél fogva sorolom, mit fogsz megélni. Minden haláleset, az neked baromi nehezen fog működni. Tehát minden haláleset piszkosul meg fog viselni. Még az állataiddal kapcsolatos haláleset is meg fog viselni. Utcu neki, rajta, csináld. Oké, akkor nézzük tovább. Minden probléma, ami történik veled, meg fog viselni. Mert nem fogod tudni a probléma okát. És ha valaminek nem fogod tudni az okát, akkor igen nehezen fogod tudni megoldani, mert mást fogsz hibáztatni. Akkor
lesz mindenféle félelmed avval kapcsolatban, hogy mi lesz a jövőben. A jövővel kapcsolatos félelmeid eluralkodnak rajtad, és lebénítanak az életedben. Lehet nyugodtan ezeket csinálni, hidd azt, amit hidd, amit eddig is hittél, de ezeket fogod megélni. Akkor nézzük tovább, lesz egy halálfélelmed egész életedben. Ez a halálfélelem áthatja majd az életedet, és megint csak bénítani fog az előrehaladásban. Másik, következő. Egy olyan fajta működésed lesz, hogy nem fogod tudni, hogy mi igazából az életed értelme. Ezért mindenféle pótcselekvést fogsz művelni az életedben, a helyes cselekvés helyett, a helyes cselekvés az lenne, amiért te ide leszülettél. De mivel te úgy gondolod, hogy egy életed van, egy halálod, tehát igazából te erre az életre születtél, és úgy működsz, mint egy állat, amely megszületik és elpusztul, hát hogyha ezt gondolod, hogy így van, akkor ezeket fogod megélni, amiket elmondtam. De úgy látszik, te szeretsz szenvedni. Tehát akkor mondhatnánk azt, hogy lehet, hogy mazovistának születtél? De ebben az életben van saját választásunk, ami azt jelenti, hogy eldöntheted, hogy miben hiszel. Eldöntheted, hogy abban hiszel, hogy egy életed és egy halálod van, vagy eldöntheted abban, amiről beszéltem, hogy egy reinkarnációs folyamatban vagy benne. Ez a reinkarnációs folyamat az azt jelenti, hogy nem ide születtél a Földre, mint lélek. Senki nem született ide a Földre, mint lélek. Ez olyan, mint hogy senki nem született iskolába. Nem tudom, tegye már föl a kezét, aki iskolába született. Senki. Az iskolába egy bizonyos idő után kerülhettél, nem? Általában 6 vagy 7 éves korban, nem? Vannak zsenik, akik esetleg, mit tudom én, már 4 évesen iskolába mehetnek, de az, mit tudom én, mondjuk 2 millió emberből egy, körülbelül. Szóval, úgy születtünk, hogy csecsemőnek. Tehát mondhatjuk azt, hogy te, mint lélek, a csecsemőkort, ez most nagyon durva hasonlat, ez a csecsemőkor, azt nem ezen a földön töltötted el, hanem hol? Máshol, egy sokkal fejlettebb civilizációban. Oké? Mint lélek. Méghozzá úgy, hogy a teremtő mellett kezdetben. Most gondold végig, van egy olyan teremtő a világegyetemben, amelynek több tudása van, mint bárki, bármilyen lénynek a világegyetemben. Ugye azért van több tudása, mert minden tudás hozzáfut be. Ha nem akarod, akkor is hozzáfut be a tudás, ugyanis a sejtjeid, a molekuláid tartalmazzák a teremtőnek az energiáját. És ezért az ő energiája meg a te energiád kapcsolatban áll, és őneki van egy olyan képessége, hogy veszi azokat az információkat, ami veled történik. Közvetlenül. Oké? Tehát amit a sejtjeid megélnek, azt ő veszi. Oké? Miért? Mert belőle vagy, mint lélek. Oké?
És nem csak mint lélek vagy belőle, hanem mint anyag belőle vagy. Tehát, ha a teremtő nem lett volna, akkor nem lehetett volna létrehozni anyagot a világegyetemben. Világos ez? Tehát minden anyag tanultat fizikából, energiából van. Nincs olyan anyag, ami nem energiából lenne. Tehát ezáltal, mivel minden energiából van, ezért minden közvetlen kapcsolatban áll a teremtővel. Tehát ezért a világegyetemben nincs még egy olyan lény, amely akkora tudással rendelkezne, mint a teremtő. Világos ez? És képzeld el, ebből a teremtőből jöttél létre, tehát ő a saját energia lényéből választott ki téged, mint energia lényt. Ezt gondold végig, hogy neki annyi energiája van, ami a világegyetem. És abból létrehozott belőled egy borsószemnyit. Oké? Úgy növekedhet ez a borsószemnyi, hogyha tudása van. Ezért ugye, mikor létrejöttél, létrehozott, akkor fogta, és ott tartott maga mellett, hogy tanulj. Gondold végig, akkor ettől a lénytől mennyit tanulhatta? Tehát mennyi tudással rendelkezhettél, mondjuk odafönt? Nyilván, ha eljutottál arra a tudásszintre, akkor ugye szabadon engedett, független lehettél. Oké? És miért jöttél ide a Földre? Hát gondold végig, kiszámíthatatlan milliárd éve, tehát leírhatatlan milliárd éve van teremtés. Azóta a teremtés nem az anyaggal kezdődött, sok-sok milliárd évig nem is létezett anyag a világegyetemben. Csak energia és energia lények léteztek, test nélkül. És rengeteg-rengeteg milliárd lényt hozott létre a teremtő saját magából. De minden, ami létrejön a világegyetembe, az az ő energiájából jön létre. Világos ez? Nem másból. Tehát mivel te is az ő energiájából vagy, a tested is, meg a lelked is, ezáltal ugye része vagy az ő energiájának. Oké? Na most, miért jöttél ide le? Nagyon egyszerű. Volt lázadás a teremtő ellen, Lucifer, nem mese. Jó? Lucifer nem egyedül lázadt a teremtő ellen, hanem nyilvánvalóan hatalmas csapatot szervezett, lélekcsapatot. És szembe fordult a teremtővel. Oké? És hát ez egy nagyon komoly lázadás volt. Ő akart lenni a teremtő, Lucifer. Nem tudom, hogy képzelte, mindegy. Lényeg az, hogy hát azért, mert ő nem tudta volna azt megvalósítani, hogy minden belőle, tehát minden információ hozzájöjjön. Világos ez? Tehát ezért nem értettem. Na mindegy, szembefordult ugye a teremtővel, majd legyőzték őt, természetesen, és hogy többet ne legyen szembefordulás a teremtővel, ezért a lelkek vállalták a tanulást. Méghozzá gyorsított tanulást. Tehát a gyorsított tanulás itt van a Földön. Meg volt egy másik bolygó is, ahol volt, de ott már aranykor van. 2015-től. Jó? Van aranykor. Tehát nem olyan rég, 2015-től. Szóval nézzük tovább. Lejöttél azért,
hogy létrehozzál olyan helyzeteket az életedben, amit mondjuk megérsz mondjuk 80 év alatt, odafönt meg megélné mondjuk 1 milliárd év alatt. Érted? És akkor azt mondtad, itt tudom én mondjuk 8 milliárd éves lélekként, hogy mi az nekem az a 80 év? Oszd el. Semmi. Mikor odafönn nincs idő? Tudod, nagyon egyszerű, miért nincs idő? Mert ott van csak idő, ahol mulandóság van. Ahol nincs mulandóság, ott nem kell idő. Ott nincs idő. Ott nincs, ami múljon, nem tudom, világos-e. Tehát az idő a múlást, az elmúlást méri. Világos? Ahol nincs elmúlás, ott nincs szükség időre. Logikus, nem? Tehát ezáltal ugye azt mondtad, hogy mi az nekem a 80 év? Semmi. Egy baj van ezzel. Hányszor 80 évet akarsz megélni? Jó, az előző emberiségben hosszabban éltek, nem 80 évet. Többet. Mindegy. Például, mit tudom én, mondjuk Ádám Éva időszakban több száz évet éltek az emberek. De nézzük tovább. De a test él több száz éve. Tehát gondold végig, hogy meddig akarsz itt maradni? Tehát ide, tehát meddig akarod járni ezt a 8 általánost? Oké? Itt mondjuk 9 általános van. Ugye nem 8, hanem 9 osztály van. Van az 1-es, a 2-es, a 3-as, a 4-es, az 5-ös, a 6-os, a 7-es, a 8-as, a 9-es. Tehát nem 8 osztály van, hanem 9. Meddig akarod járni? Persze ezt a 9 osztályt le lehet tenni egy év alatt is, vagy egy élet alatt is, akarom mondani, de mondjuk 9 élet alatt is. De miért akarsz mondjuk 90 élet alatt, vagy 900 élet alatt letenni ezt a 9 életet? Tehát én azért vagyok itt, hogy kikerülj ebből a reinkarnációs folyamatból. Tehát engem ezért küldtek ide le, de valószínűleg téged is, hogy minél több embert kiszedjünk ebből a reinkarnációs folyamatból. Oké? Tehát most gondold végig, vannak itt olyan emberek, hát 6 emberiség már volt, mi vagyunk a 7. Hogy itt van 7 emberiség óta. Mikor kezdődött az első emberiség? 1,5 millió évvel ezelőtt. 1,5 millió éve itt van. Érted? Nem kéne őket kirángatni? Hogy végre visszakerüljenek oda, honnan jöttek? Hát nem azért jöttünk ide le, hogy itt maradjunk. Azért jöttünk le, hogy tanuljunk. Nem azért kerültél be általános iskolába, hogy nyugdíjasként is általános iskolás legyél. Gondold végig. Na, milyen frankó lenne, még nyugdíjasok is ott ülnének az iskolába. Nem tudják kijárni a 8 általános. Hát most ezt csinálja az emberiség. Hát nem tudja kijárni az emberiséget. Érted? És ez borzalmas, ha jobban megnézed. És most gondold végig, ez teljesen független attól, hogy te mit hiszel. Akármit hiszel, te akkor is fogsz inkarnálódni. És ha te abban hiszel, hogy egy életed és egy halálod van, akkor biztos, hogy fogsz inkarnálódni. És tudod, van egy rossz hír ebben kapcsolatban, hogy amikor ezt a bolygót létrehozták, ez a bolygó és a naprendszerünk, az az univerzum széle volt. Azóta nem az univerzum széle, ugye mit tudom, hány milliárd éve van a bolygónk, meg a naprendszerünk. Több, mint amit mondanak. Azóta
a világegyetem kiterjeszkedett, tehát úgy kiterjeszkedett, hogy létrehoztak újabb és újabb naprendszereket. És most a mi naprendszerünk, az ugye van a központ, van az univerzum széle, és valahol így középtájon van. Egy olyan helyen van már a Föld és a naprendszerünk, ahol mindenütt szuper értelmes lények vannak. És baromira zavarja az ő működésüket a mi negatív rezgésünk. Oké? Okay? Mert nem zavarná, ha pozitív lenne a rezgése az emberiségnek. Csak ha megnézed, az emberiség rezgése az nem javul, hanem romlik. Tehát nem emelkedik, hanem csökken. És nagyon zavarja őket az emberiség rezgése, mert ezáltal az egész bolygó rezgése az csökken. Tehát ez olyan, mint mikor laksz egy utcába, ahol tök jó hangulatú emberek laknak, és beköltözik abba az utcába mondjuk egy tök rossz hangulatú család. Mondjuk Afrikából. Akkor az azt jelenti, hogy mindenki elkezdi ott rosszul érezni magát abban az utcában, érted? Miért? Mert ott van egy romboló család, érted? Tehát most gondold végig a saját életedet, hogy ha megnéznéd reálisan, hogy az életedben, és most nem azoknak beszélek, akik itt már tanulnak, hanem azoknak, akik még nem tanulnak itt. Ha megnézed reálisan az életedet, hogy mennyi pozitív dolgot tettél, és mennyi negatív dolgot tettél életedben, akkor vajon, és ezt mérlegre raknád, akkor vajon a serpenyő merre billenne? Tehát most gondolj arra, mielőtt ugye végig gondolnád ezt a dolgot, gondolj arra, hogy itt van a fehér faj. A fehér faj körülbelül 1/8 az emberiségnek. És ez az 1/8, ez nagyobb energiát fogyaszt, mint a 7/8. Jó, és akkor ennek kapcsán gondolkodjál. Jó, tehát ami azt jelenti, hogy mi fehér emberek gyakorlatilag feléjük a bolygót. Oké? Okay? Tehát mi miattunk van az, hogy mi fehér emberek miatt, hogy gyakorlatilag légszennyezés van és egyéb dolgok, érted? Tehát így kellene megnézni. Tehát, hogy mennyire, tehát romboltál, most mondok példát, jó? Mit tudom én, vesz valaki mondjuk elektromos autót, amiről azt terjesztik, hogy milyen jó. De azt az elektromosságot miből állítják elő? Egy. Kettő. Maga, mit tudom én mondjuk, az elektromos autónak az előállítása, az sokkal környezetszennyezőbb, mint bármilyen más egyéb autó előállítása. Na most miről beszélünk? Tehát, és akkor azt gondolják emberek, hogy ők milyen környezettudatosak.
És akkor azt mondod, hogy jó, hát akkor felraktam napelemeket. És akkor azt a napelemeket, amiből előállították, az vajon mennyire volt környezetszennyező? Csak úgy megkérdezni. És vajon honnan hozzák, mondjuk Kínából jellemzően a napelemeket? Hát megnézed, Kínában egyáltalán nem foglalkoznak a környezetvédelemmel. Jó, tehát csak példa. Szóval végig gondolja az ember ezeket, akkor az ember gondoljon arra, hogy mennyit, tehát ugye akkor tudod azt mondani, hogy te sokat tett, több jót tettél, mint rosszat, ha utána a pozitív értelemben megemlékeznek rólad. Ha nem, akkor te tudti, hogy több rosszat tettél. A mai emberiség sajnos így van. Régen ez nem így volt, amikor mondjuk mezőgazdasággal, állattenyésztéssel foglalkoztak az emberek. Akkor ez nem így volt. De a mai világunkban ez sajnos így van. Te mondjuk alkalmazottként kiszolgálod mondjuk a fogyasztást. Érted? Tehát, hogy extrán fogyasszunk mi fehér emberek. De gondold végig, tehát ez érdemes végig gondolni, hogy tehát valamit talán kellene tenni, hogy jóra forduljanak a dolgok, nem? Tehát el kellene gondolkodni azon, hogy tehát nem arról szól a történet, hogy fogyassz kevesebbet, hanem arról szól a történet, hogy tegyél többet. És tegyél jobban. Nem tudom, világos-e. Tehát most megnézed, az emberek mennyit fogyasztanak, a fehér ember, és mit tesznek mondjuk az emberekért, az emberiségért. Érted? Mit tesznek? A földért. Mit tesznek a legtöbb ember? A legtöbb ember csak fogyaszt, de igazából nem tesz semmit. Tehát így kellene ezt a mérleget megnézni. Oké? És akkor azt mondod, hogy hát de mit tehetnék? Baromi sokat. Miből van a legnagyobb hiány ebben a most az emberiség életében? A tudásból van a legnagyobb hiány. Tehát abból van a legnagyobb hiány, hogy az emberek használják a tudást. Tehát a tudatosságból van a legnagyobb hiány. Annyira nem tudatosak az emberek, amennyire tudom, ez az emberiség még soha nem volt ennyire nem tudatos, mint most. Ez az emberiség ilyen 4500 éves, soha nem volt ennyire nem tudatos ez az emberiség, mint most. Ebben a 4500 évben. Tehát a tudatosság az a múlt század eleje óta, az első világháborútól óriási módon elkezdett lesüllyedni. Nem az a dolog, hogy most elemezze az ember, hogy miért. Ez a tény. Ez a tény. Tehát bebizonyosodott ugye a múlt század elejétől, hogy hát milyen hülyék vagyunk mi emberek. Hogy miért harcoltak az első világháborúban, miért harcoltak a második világháborúban. Mi volt annak az értelme a népek számára? Gondold végig. És akkor onnantól megnézed, mi értelme van, ami most Ukrajnában van, igazából megnézed. Oké? Vagy mi értelme van Izraelben, ami van? Tehát ezeket megnézed. Mi értelme?
Tehát látsz valamit, ért a népnek, a nép szempontjából mi értelme? Nem a hatalom szempontjából, hát a hatalom szempontjából tudjuk mi értelme, de a nép szempontjából mi értelme? Gondold végig. Tehát ez mutatja, hogy milyen tudatossági szintre süllyedt az emberiség. Hát a nép értelmetlen dolgokat csinál. Itt az elmúlt 120 évben, 125 évben. Tehát iszonyú szintre süllyedt az emberiség tudatosság szempontjából. Ezt úgy hívják, hogy vaskor. Ez az a kor, amikor az emberiség a legrosszabb szinten van. Szellemileg. És ezután kellene az aranykornak lenni, a szeretetkornak lenni. De hát most úgy kell létrejönni egy szeretet korszaknak, hogy előtte szívnak az emberek, mint a boci, és akkor ennek hatására hát, ha kinyílik a szemük. Hát mekkora ostobaság, pedig ez van, e felé haladunk. Hát de mekkora ostobaság. Most gondold végig, ha meg lenne minden pénzed ahhoz, hogy megvegyél mindent, amit szeretnél, vagy elmenjél oda, ahova szeretnél, akkor utána mit csinálnál? Mi lenne utána a következő célod? Gondold végig. Most gondold azt is végig, hogy a világegyetemben mekkora tudás van. Odafönt van 7 lelki szint. Az a 7 lelki szint a tudástól függ. És ott van olyan szint, ahol bolygót teremtenek a lelkek. Naprendszereket teremtenek a lelkek. Gondold végig, az azt jelenti, hogy az anyagot megteremtik az energiából. Bolygót teremtenek az energiából. Gondold végig, akkor nem lenne mit tanulnunk? Tehát ha azt gondolod, hogy az a tudás, amivel az emberiség rendelkezik, az bőven elég, akkor te óriási tévedésben vagy. Képes vagy anyagot teremteni? Nem, akkor van mit tanulnod. Nem? Vagy rosszul látom? Hát az anyagot csak használni tudod, meg átalakítani. Hol tudod teremteni? Hát amit teremthetnél most, az a gondolkodás. Azt tudnád megteremteni, érted? Emberként. Tehát ugye azért nem teremthetünk anyagot, mert akkor onnantól kezdve Istent játszanánk. Világos ez? De nem is az a feladatunk, hogy anyagot teremtsünk, hanem az a feladatunk, hogy tanuljunk, fejlődjünk. A tanulásnak, a fejlődésnek nincs határa. A tanulás, fejlődés határtalan. Én tanulok, fejlődök 91 óta. 91 óta. Az 34 év, mennyi? 33 éve. És azt látom, hogy sehol nincs a határ. Most gondold végig, ha szellemiségben gondolkodunk, és nem anyagban. Nincs olyan, hogy minden célt elértél, és akkor nem talál az ember célt. Mit csinálnak azok az emberek, akik minden célt elértek? Elégedettek. Az elégedettség az azon a szinten, hogy az ember mennyire pozitív vagy mennyire negatív, pont középen van. Tehát ez azt jelenti, hogy nem is eléggé pozitív, nem is eléggé negatív. Tehát gyakorlatilag az azt jelenti, hogy egy elégedett ember, az nem akar többet. Hát a fenti létformában olyan nincs, hogy nem akarunk többet. Hát gondold végig, az elmúlt évmilliárdok során kiterjeszkedett az univerzum
kétszer olyan távolra, mint előtte volt. Érted? Kétszer olyan távolra. Ami azt jelenti, hogy végtelen odakint, végtelen a fejlődés. És itt emberként hogy akarsz te az anyagban végtelenül fejlődni, ha nem tudsz anyagot teremteni? Tehát az az életcél, hogy mit tudom én, minél több pénzed legyen, és minél több dolgot láss a világban, vagy minél több anyagi javad legyen. És azt viszed majd a sírba? Bármelyiket? Egy dolgot tudsz a sírba vinni, tudod mit? A tudásodat. Tudod miért? Azért, mert mikor meghalsz, akkor visszanézed az életedet, tanulsz abból, hogy mekkora ostobaságokat csináltál, már akkor nincs ego, mert kibújtál a testedből. Rájössz arra, hogy mit kellett volna másként csinálni. A következő életedben bevállalod azt, amit itt elrontottál, hogy majd kijavítod. És utána elmentik azt, ezt az összes információt, amit innen fogantatástól szereztél, odáig, hogy kiértékelted saját magadat. És ezt mind elmentik, elmentik a te érdekedben, hogy amikor visszakerülsz a fenti létformában, az összes tudást, amivel rendelkeztél, és most rendelkezel, azt visszakapd egybe. Gondold végig, a lélek korlátlan tudással tud rendelkezni, nem úgy, mint a test. Tehát az azt jelenti, hogy te a világ lélekként a világ összes tudásával rendelkezhetnél, csak azért nem tudsz rendelkezni, mert abban a pillanatban akkora lennél, mint a teremtő. Tehát magyarul a térfogatod akkora lenne, mint a teremtőjé. Érted? Gondold végig, a tudás azt eredményezi a fentieknek, meg itt emberként is, hogy a lelked nő. Ezért mondják, hogy nagy lelkű. Ott van benne a nyelvünkben. Tehát a nagy lelkű ember az milyen? Az nem a saját egójával foglalkozik, meg saját magával. Oké? Okay? És azzal, hogyha másokkal akarsz foglalkozni, akkor ostobaként nem fogsz tudni másokkal foglalkozni. Csak bölcs emberként. Oké? Okay? És minél hamarabb bölcsé kellene válni, vagy rosszul látom? És ezzel tudod növelni a lelked térfogatát. Szó szerint a borsó szemből mondjuk tudsz csinálni egy labdát. Oké? Okay? És akkor az azt jelenti, hogy nagyobb teret tudsz elfoglalni az univerzumban, a tudásod révén. Hát most gondold végig, mit tudom én mondjuk egy bolygó őrzője, ugye egy szellemlény, az azt jelenti, hogy mondjuk akkora, mint egy ilyen nagyobbacska helikopter. A lelke. Abba hány borsó fér bele? Egy nagyobb helikopterbe. Oké, és most nem a naprendszer főnökéről beszélek, hanem csak egy bolygónak a főnökéről. Mint lélek. No, de hát nem kell ezeket elhinni, mert gondold végig, hogy melyik a jó neked. Tehát az, hogy egy életed van, egy halálod, vagy pedig a lelkednek van egy fejlődése, amit csinálhatod azt, hogy tudom én, lejöttél, úgy tudom, hogy azt vállaltad, hogy egy élet során leteszed a 9 évet, oké, a 9 életet, tudom, hogy ezt vállaltad. Hát ha nem ezt vállaltad volna, akkor nem élnél minden nap egy másik számot, egy másik energiát. Ami azt jelenti, hogy 9 naponta változik az az energia, amit megélsz.
Tehát ma megélsz egy energiát, holnap másikat, holnap után megint másikat, és 9 nap múlva újból megéled ugyanazt az energiát, amit ma megélsz. Akkor ugyanez van 9 hónaponta. Ugyanez van 9 évente. Ugyanazokat az energiákat megéled. Azért, hogy tanulj belőle. Érted? És miért kellene 9 életet csinálni belőle, amikor hát ebben az életben megéled kismilliószor a 9-et, a 9-nek az energiáját, a 9 energiát. Érted? A 9 életnek az energiáját. 9 naponta megéled, csak nem tudsz róla. Tehát fejlődhet az ember, vagy elutasítja, és azt mondja, hogy nekem az úgy tök jó, hogy egy életem van, egy halálom van. Semmi gond nincs ezzel, csak egy baj van, hogy itt van ez a bolygó, és nem fogsz ide inkarnálódni. Ide azok fognak inkarnálódni, akik fejlődnek. Oké? Azok, akik nem fejlődnek, azok kiinkarnálódnak az univerzum szélére. Ott van egy elkészült bolygó. A földszerű. Ahol lehet emberként oda inkarnálódni. Nyilván nem ilyen körülmények közé, mint ahogy most vagy. Lehet ilyen barlang lakónak elhelyezkedni majd. Oké, mobiltelefon meg technika nélkül természetesen. Ja? Semmi gond nincs ezzel. Vagy azt mondod, hogy fejlődsz, és megtapasztalod azt, hogy nincs mitől félned. Nincs mitől félned. Sőt, megtapasztalhatod azt, hogy a jövődet te tudod teremteni. Hiszen a tudás révén az életed teremtőjévé válhatsz. Érted? Az életed teremtőjévé válhatsz. Tehát olyan lehetsz, aki a saját életét teremti, és nem mások alakítják az életét. Nem jobb lenne, hogy te a saját életed teremtője lennél, és nem mások alárendeltjeként működnél? Gondold végig. Tehát itt vagyunk mi emberek, lehetőséget kaptunk arra, hogy fejlődjünk. Tehát itt minden tudást meg fogsz ahhoz kapni, hogy fejlődhess. Minden tudást. Oké? És az aranykorban még többet fogunk tanulni, mint amennyit most tanulunk. Sokkal többet fogunk tanulni. És az jó lesz, mert nem lesz elnyomás, nem, illetve nem lesznek elnyomók. Meg lesz az oldva, ne aggódj, hogy így legyen, meg lesz. Szóval lényeg az, hogy gondold végig, így kínálunk neked lehetőséget. Egy olyan szervezet révén, ami bolygó szinten teljesen egyedülálló. Tehát amikor mi közösségben vagyunk, akkor mi már egy aranykorban vagyunk. Oké? És gyakoroljuk az aranykori működést. Az aranykori működésre nagyon sokat tudok beszélni. Már nem fér bele. Nézz utána a képzéseimbe, illetve a díjmentes tudásátadásokba, hogyha ilyet akarsz tudni, természetesen a tényleges képzéseimbe, a nem díjmentesbe, sokkal, de sokkal több információhoz juthatsz. Tehát itt van egy hely, ahol van egy olyan közösség, ahol az emberek fejlődnek. Bár csak a párkapcsolatodban is mind a ketten fejlődnétek. Akkor sokkal jobb lenne a párkapcsolatod. Bár csak a baráti kapcsolatodban mindenki fejlődne. Bár csak a rokoni kapcsolatodban mindenki fejlődne. Sokkal, de sokkal jobb életetek lenne.
Ez így van. A fejlődés része az is, hogy az ember megtanul mindent, ami az élet és az ember működéséhez szükséges. És nem egyszerre, hanem szépen, fokozatosan. Itt várunk szeretettel, keresd azoknál a csatlakozás lehetőségét, akik üzenetet tesznek föl a különböző hírportálokra, mint Facebookos, vagy akármilyen TikTokos portálokra, hogy üzenetet vigyenek az emberek számára, hogy igenis, van egy hely, ahol lehet fejlődni, ahol van egy közösség, ahol van csapat, és van lehetőség arra, hogy a közösségen belül egy saját közösséget hoz létre. Hogy ahol az embereket te taníthatod, ahol az embereknek áthatod a saját tapasztalataidat. És várunk szeretettel, visszaadom a szót a házigazdáinknak, köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket. Nagyon szépen köszönjük Szedlacsik Miklós mesterkócsnak ezt a nem képzést, hanem előadást, de mégis, ahogy hallgattuk, rengeteg információ volt benne. Most képzeljétek el, amikor ezekről a dolgokról képzésben beszél. Hát itt most síri csend volt, pedig vagyunk egy, nem mondom ki hányan, sokan. Síri csend volt, de egy képzés alatt, amikor ezekről a dolgokról beszél, a lelkekről, a leszületésről, hogy miért születtél le, mi a küldetésed, ugye ezt itt mind meg lehet tudni képzésekben, sokkal, de sokkal kimerítőbb dolgok vannak benne, mint amit most itt hallottál. Hogy az emberek hogy működnek? Hát gyakorlatilag most azt mondanám, hogy indult egy reinkarnációs tanfolyam. Beiratkozok, hát egyszer élünk, nem? Nekem az életem egyik legjobb döntése volt, és ugye ezt mindig elmondom, amikor elkezdtem Szedlacsik Miklóstól tanulni. Engem mindig érdekeltek ezek a dolgok, úgy éreztem én ott legbelül, hogy rám mindig vigyáznak. Mint ahogy most jelen pillanatban itt is érzékeljük, hogy itt vannak az égiek, mert olyan energiák mozgolódnak, hát a vidámság a tetőfokán, a hangulat nagyon jó, és érezzük, hogy gond, nincs gond, mindenki otthon hagyta a batyúját, hazamegyünk, az egyre kisebb lesz, mert itt ugye valami problémád van, fordulhatsz a vezetődhöz, fordulhatsz Szedlacsik Miklóshoz, olyan problémád van, amit mi úgy hívunk, hogy feladat, arra megvan a módszer, arra megvan a megoldás, ha megfogadod, már pedig megfogadjuk. Tapasztalatból hallottam, hogy mindenki jó jár, ha megfogadja. Csak nem vagy a magad ellensége. Így van. Ez tényleg így van. 9 éve hoztam életem legjobb döntését, amikor jöttem ide tanulni. Hála Istennek, én nem tartozom azok közé, akik találkoznak a lehetőséggel, és majd később valamikor csatlakoznak. Gyakorlatilag 3 héten keresztül nyugodott az igazgatóm, hogy megnéztem már, amit küldött. Még nem. Megnézted? Nem. Most megnézem. És gyakorlatilag 3 napon belül befizettem a tandíjat, és azóta itt vagyok. Tényleg a legjobb dolog, amit valaha tehettem. Ez tökéletesen így volt, ahogy a mester is most levezette ebbe az ingyenes előadásba, hogy tudás nélkül pontosan annyit tudtunk elérni, hogy romba döntöttük az életünket. Így van. És egyszerűen nem maradt más választásunk, csak az, hogy fejlődjünk. Mind a ketten fejlődjünk. És innen indultunk el sok évvel ezelőtt, és most ott vagyunk, hogy amikor említette például ezt is, hogy ugye azok az emberek, akik nem akarnak fejlődni, miken mennek keresztül. Mi mind a 4 területen kaptunk problémát, nem is kicsit. És onnan kellett kimásznunk, és onnan jutottunk el oda, ahol most vagyunk. Az igazgató mondta mindig, hogy innen szép nyerni. És tényleg az, mert
itt a PPH-nál annyira összerakta mesterünk ezt az egész rendszert, hogy gyakorlatilag mindenre van lehetőségünk. Tehát bármire van szükséged az életedbe, ha fejlődni szeretnél, ha párkapcsolatot szeretnéd helyrehozni, ha a gyerekedet szeretnéd egy eredményes emberré nevelni, anyagi problémáid vannak helyrehozni, hitelproblémáink is voltak. Tehát azért sorolom ezeket, mert ez nekünk mind megvolt, és mi ezeket a problémákat megoldottuk az itt kapott tudás által. És óriásit tudtunk fejlődni, pont azért, mert úgy voltunk vele, hogy hát ha nekünk ennyit segített, akkor mennyi embernek tud még rajtunk kívül segíteni? És ugye ezért kezdtük el elejétől fogva ajánlani ezt a képzésrendszert, mert igazából ez egy rendszer, ez nem csak egy egyszerű képzés, itt annál jóval többről van szó. Hát igen, és hogyha észreveszed az életedben az apró jeleket, hogy bögdösnek, tehát jönnek a apró kis bajokkal kezdődik ez, akkor kopjál a fejedhez, és gondolkozzál el rajta, hogy mit nem csinálsz jól, vagy egyáltalán mit nem csinálsz. Mert abból a kis problémából, ami ilyen felszínesnek tűnik, abból egyre nagyobb és nagyobb probléma lesz, mindaddig, amíg észben nem kapsz, hogy nem az utadon jársz. Az, hogy mi az utad, mi a küldetésed, és nagyon kíváncsi vagy rá, akkor erről egy kifejezett több hónapos képzés van. Amit jelen pillanatban egy borzasztó, pici cseréért megkaphatsz. Elmondom nektek, hogy bárhova elmentek egy coachképzésre, egy egytémás coachképzésre, annak óránként 7000 forint a díja. Nálunk ez az első hónapban az általános képzést el tudod kezdeni, tehát ami 26 nagy témát akar, világos, az élet 10 területéről, ezt el tudod kezdeni 660 forintért óránként. Tovább megyek, 11 forint percenként. Jó? Hogy ne is menjek tovább. Tehát a második hónaptól ez mindössze jelentéktelen 12.500 forint, tovább megyek, 7 forint percenként. 30 óra képzést kapsz ezért egy hónapban. Na most, hogyha te, aki reggel fölkelsz, elmész dolgozni, ledolgozod a 8-10, esetleg 12 órádat, hazamész, megfőzöl, kimosol, föltakarítasz, esetleg gyereket nevelsz, és hullaként beborulsz az ágyba, hogy reggel ugyanúgy neki tudjál indulni ezeknek a dolgoknak, és hóvégén arról panaszkodsz, hogy éppen csak ki tudod fizetni a rezsidet, akkor vessél magadra, hogyha már találkoztál a PPA-val, és még mindig húzod az időt, akkor megérdemled. Minden egyes ember, aki találkozik a PPA-val, az nem véletlen. És mindenki akkor találkozik velünk, amikor a legnagyobb szüksége van rá. Itt mindig megvan a segítség, itt van egy etikus, erkölcsös, tisztességes csapat, ugyanígy elmondhatom a vezetőségről, senkit nem hagyunk magára, mindenkinek segítünk. Aki akar tenni, az először tegyen magáért, aztán majd közösen teszünk a világért. Köszönöm. Szóval, aki még nem tanuló, és ha úgy látod, hogy érdekel az ajánlatunk, akkor keresd meg azt a személyt, aki ajánlotta neked a PPH-t, vagy aki szimpatikus számodra, és segít neked elindulni a fejlődésben. Várunk téged is szeretettel. Nagyon szuper nap volt. Sajnos mindig olyan gyorsan eltelik. Gyorsabban, mint szeretnénk. De jövünk minden hónapban. A heti webelő adások minden szerdán 18 órakor, vasárnap pedig délután 16:30 kezdődnek. A szemináriumot követően PPH klubot tartunk 8 óráig, ahol lehet kérdezni a saját vezetőtöktől. Még egyszer nagyon szépen köszönjük Szedlecsik Miklósnak a lehetőséget, hogy mi lehettünk a mai nap házigazdái itt a szemináriumon.
Köszönjük az égieknek a támogatásukat, köszönjük a rendezők és technikusok munkáját, köszönjük nektek az együttműködéseteket és a szeretetet, amit kaptunk tőletek ma. Szeretünk benneteket. Sziasztok!